350 alkotást látunk itt Szeged egyik legikonikusabb épületében, két emeleten. Mi ihlette ezeket az alkotásokat? Hát ez nagyon hosszú történet, nagyon nehéz röviden összefoglalni, de talán ha így sommázni akarom a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy minden ember életében vannak meghatározó alapélmények. Ezek az alapélmények, hogyha a Jóisten azzal áldotta meg, hogy vizuális tehetsége van, és abba próbálja kifejezni, akkor ebből táplálkozik. Ezekből az alapélményekből, amit felmenőitől, az élet folyamán bejátszódó, akár irodalmi, zenei, vagy egyéb gondolattal összefüggő, értékes gondolattal összefüggő élmény éri. Ezek a motivumok, ezek állandó mozgásban vannak, állandó alakulásban, állandó, hogy mondjam, tesztelés alatt vannak. Ezt úgy értem, hogy van egy nagy sorozatom, aminek az a címe, hogy az elfelejtett portrék. Mindenki tudja azt, hogy ha megtörténik vele egy esemény, vagy egy találkozás, az az idők folyamán kopik, tisztul, felerősödnek bizonyos dolgok, más fontossági sorrendek alakulnak ki. Az az élmény, ami mondjuk a 60-as évek végén velem megtörtént, ma, 50 év után, vagy 60 év után, más jelentést kap. Miért kapta ez a tárlat az átkelés nevet? Az átkelés egy szimbolikus tartalmú dolog. Szerintem minden ember észrevétlenül állandó átkelésben van. Átkelés például az, hogy van egy konkrét élményem, és ezt a konkrét élményt próbálom más szinten megfogalmazni. Ez egyik gondolatból átkelés a másik mélyebb gondolat síkjába. De átkelés az egész életünk. Valahonnan valahova tartunk. Rengeteg olyan alapélményem van, visszatérve az előbbire, például a kompátkelés. A kompátkelés az egyik legarchaikusabb foglalatosság, hogyha belegondol az ember. Az egyik oldalról a másik oldalra való igyekezet, miközben az emberek találkoznak, és kicserélik a gondolataikat. Ez az ősi kommunikációnak a legrégibb fajtája. És ebben tisztaság van, ebben őszintesség van. Ott ebben a foglalatosságban nincs manipuláció. Nagyon kevés ilyen élethelyzet van már sajnos. A sajtóbejárás során említette azt, hogy tulajdonképpen az életmű tárul elénk, ezek az alkotások által sikerült úgy, ahogy elképzelte, viszont látnia általuk keresztül önmagát? Ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, tűnik. Hát egyrészről nagy öröm van bennem, másrészről meg nagy szomorúság. Tehát ugye életmű kiállítást az ember nem 20 éves korában csinál. Viszont nagyon jó érzés együtt látni a dolgot. Tehát nekem ebbe a, hogy mondjam, összefüggésrendszerbe ugye még sose voltak a munkáim. Tehát külön-külön megjelentek persze, de az, hogy most tulajdonképpen először életemben egy olyan folyamatban látom azt, hogy mi történt az életem során, ez egy nagy élmény.